Misőj nem hibáz. A 61 az egy nagyon szép szám válogatottság terén, de nagyon nehéz válaszolni ilyen rövid idő alatt, hogy melyik volt a legszebb. De talán azt tudnám erre válaszolni, mivel a világbajnokság évében vagyunk, hogy mind a két világbajnoki szereplés, akár a chileire, akár a angliára visszagondolok, a legfeledetlenebb emlékén. Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm. Gyenge Poli vagyok. Hát nagyszerű élmény ennyi ember előtt. Sokat játszottam sok ember előtt nagy stadionokba, de ilyen fogadtatásban, ilyen tapsviharban még az utolsó mérkőzésemen sem volt. És ezt nagyon szépen köszönöm önöknek, köszönöm a vezetőknek, Berzi Sanyinek, aki ilyen kis srác kora óta is tápoltam őt mindenfajta értelemben. Sokszor elmondtam neki a Farkas Jancsival egyetemben, hogy Sanyi, ne az iskolába menj be tanulni, ki a térre, dekázzál, focizzál, fussál. Hát megcsinálta, de aztán szeretett egy kicsit kényelmesen játszani, és sokat levont ebből a dologból. Én borzasztóan meg szeretném köszönni mindenkinek, aki részese ebbe a mai napba, hogy én ilyen csodálatos elismerésben részesültem, fantasztikus dolgokon vettünk részt. Egy kicsit pekesek voltunk a mi részünkről, ugye, hogy hát a szüleim meg a feleségem szoktam mondani, hogy öreg Ruszko szület, vagy korábban kellett volna, vagy később születni, hogy oda tudjál érni azok közé, a futballisták közé. Hát nagy dolog volt tulajdonképpen, mert háromszor voltam Európa válogatott, meg világválogatott, és olyan játékosokkal játszottam együtt, hogy hát szinte el se lehet mondani. Igen, most mondják, hogy biztos helytelenül mondtál valamit, mondtam neked. Már jönnek a gratuláló SMS-ek az szerint. Igen? Nem, ez nem az. Hogy? Jó, hát a kisebbik fiam itt nagyon utogat,
Majd azért elmondok neki még egy-két dolgot, amikor Franciaországban játszott kint, és én meg elmentem megnézni azt a mérkőzést. Elmentem a fél időbe, hogy hát sajnos nem tudom olyan nyíltan mondani, ahogy ezt én szoktam. Bejött a fél időbe, és akkor rám nézett. Hát mondom, te... Ott a labda, hát valamit kéne vele. De csodálatos időszakok, szép dolgok voltak, úgyhogy... Hát sajnos már nem vagyok egy fiatal huncutkölyök, de azért azt meg szeretném élni, hogy a magyar labdarúgó válogatott olyan eredményt érjen el, hogy világbajnokságra ki tudjon jutni, nemzetközi mérkőzésen jól tudjanak szerepelni, mert erre nagy szükség van. Nagy szükség van a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, az összes vezetőjének, játékosainak, edzőinek, de én csak azt tudnám mondani, mert itt elég sok fiatal embert látok, hogy gyerekek, lehet, hogy most már több valamivel a dohány, de a szívetek meg a lelketek az kevés, ha csak azt teszitek oda ki, és nagyon-nagyon jó lenne újra oda följutni egy kicsit. És ekkor a közönség előtt köszönni a közönségnek azt a szeretetet, amiben engem részesítettek, és amit sose tudom elfelejteni. Sok csipészkedés volt, vámosoktól kezdve mindenkivel természetesen, de azért nekünk csak a futball az volt az első. És azért egy kis eredményt elértünk, de ehhez most sokkal több kell. Sokkal több kell. Még egyszer köszönöm szépen Berzi Sanyinak és mindenkinek. Köszönöm. És ne felejtsék el, hogy hajrá, magyarok! Az MLS életműdíjasa tehát Mésző Kálmán.